Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jázmin, remélem jól vagytok. Most van egy kis időm, nézzük meg, hogy mit mondanak a kártyák. El szeretném mondani a közleményeket, aki szeretne e-mail jóslást, az írjon, sziget31@gmail.com, aki szeretne oldást, rontáslevételt, gyógyítást, nagyon fontos, hogyha megátkoztak, hogy levegyétek vagy velem, vagy mással, vagy magatoknak. Az oldásgyógyítás pedig arra szolgál, amikor nem halad az életed, és látod, hogy ugyanazt ismétled, mint például anyukád, apukád, vagy a nagymamád, vagy érzed, hogy olyan terheket cipelsz, amihez igazából semmi közöd. Magyarul az egész életed nem halad abszolút, vagy egy kicsit halad, és utána újra ugyanott vagy, ahol elindultál, akkor oldásgyógyítás kell, és már nagyon jól tudjuk gyógyítani, azonnali hatállyal, Isten segítségével betöltjük a pozitív dolgokat, és az életed elindul jó felé. Aki szeretne karkötőket, vannak a karkötők, ami mindenfajta betegségekre, mentális, fizikailag, és lelkileg ott hatnak, ahol kell. Nagyon fontos őket hordani. Magyarországon nagyon sok van nekem, és tudom küldeni fizetés után. Vannak gyönyörű szép kulcstartók, ami megvéd a fekete mágiától, és aznap baleset már nem érhet titeket. És vannak talizmánok ugyanilyenek, amit a falra kell akasztani, csak ilyen jó nagyok, és azok megvédenek mindenfajta bajtól. Úgyhogy ennyi lett volna, most pedig nézzük, hogy mit akarnak nekünk ma mondani. Tehát, drágáim, nézzük meg, hogy mit üzennek a mai napon a lapok. Vágyakozás, remény, ellenség, utazás, gondolat, házasság, bosszúság, betegség, tolvaj, van itt minden, csajok, féltékenység, hiányzol neki találkozás, parfüm, tükör, problémák, vágyakozás, királynő kardok, kardok ásza, apród érmék, hetes érmék, torony, négyes kardok, elakadások, és királynő botok. Ennyit húzok, hogyha kell, akkor újra húzok. Úgy érzem, hogy jelenleg ti, aki néztek, gyógyuláson mentek keresztül, és ez a gyógyulás azt fogja nektek hozni, hogy úgy fogjátok magatokat érezni, vagy már gyógyulást kaptatok, hogy jobban vagytok, és úgy fogjátok érezni, hogy értékesebbek vagytok, és magatok előtt is, mások előtt is, és azt fogjátok látni, hogy mások teljesen másképp figyelnek rátok. Úgy érzem, hogy a múltban nem jól viselkedtek veled, nem jól kezeltek téged, hisz itt van a tolvaj, ott van az ellenség, a bosszúság, és a lelki betegség, féltékenység, és a hajó, mármint a toronyidő, de az mindig jót hoz. Tehát úgy érzem, hogy valaki, akire gondoltok, nem törődött kellően a dolgokkal, az ő részéről úgy mondanám, hogy nem tette bele a kapcsolatba az egész erejét. Lehet, hogy jött, aztán elfutott, lehet, hogy szó nélkül ment el, aztán szó nélkül visszajött, hol hideg, hol meleg volt, lehet, hogy hazudott, lehet, hogy megcsalt,
lehet, hogy becsapott. Hát a lényeg, abszolút, abszolút nem jó bánt veled, közömbbe sem vette a dolgokat, és azt érzem a kártyák alapján, hogy nagyon-nagyon sok fájdalmat adott neked, és szomorúságot, hisz itt is itt van, hogy problémák, nem elérhető érzelmileg, nem beszél, hol hideg, hol meleg, tehát nem olyan volt ez a férfi, vagy ez a nő, ahogy kellett volna, hisz láthatjátok, hogy biztos néha sokszor bosszúságot okozott, néha vágyakozott utánad, néha hiányoztál neki, de alapjában véve nem igazán volt kellemes ez a dolog. Lehet, hogy mondtad neki, hogy miért nem vagy velem kedves, lehet mondtad neki, hogy üljünk le beszélgetni, lehet mondtad, hogy én nem érdemlem meg ezt a viselkedést, úgy érzem, hogy te őszintén elmondtad, hogy mi fáj neked, és nem érzed jól magad így, ahogy ő viselkedik veled, nem érezted jól magad a bőrödben, és nem kaptál szeretetet tőle. Úgy érzem, hogy te mutattál neki szeretetet, kedvességet, vágyat, mindig ott voltál, amikor kellett, és mégsem tudott ez a férfi, vagy ez a nő megérteni téged. Amikor ezeket elmondtad, akkor könnyebbnek érezted a kis lelkedet, a szívedet. Olyan érzés volt, amikor ezeket elmondtad, mintha egy nagy mázsás kő ment volna le a szívedről, de vártad félve, hogy mit is fog erre ő válaszolni, fog-e újra kedves lenni, fog-e újra szeretni, abba hagyja ezt a hideg-meleg dolgokat, meg azt, hogy jön-megy, de igazából úgy érzem, hogy nem igazán tette ezt, és ezért nagyon sok félelmet okozott benned, hogy hogyan lesz ez a kapcsolat. Nem törődött, hogy mit mondtál, vagy ha törődött is, nem értette, hogy mit is akarsz. És úgy érzem, drágáim, hogy néha bizony süket fülekre talált, és úgy csinált, mint mikor valaki takarít, aztán lusta kivinni a szemetet, mert messze van, és besöpörte a szőnyeg alá. Tehát igazából tudta, hogy baj van, de nem vette tudomásul, hogy ezen változtatni kellene. Úgy érzem, hogy lehet, hogy néha elgondolkozott, és tudta, hogy hibás, de nem tett semmit, hogy ezt helyrehozza. Lehet, hogy megcsalt párotokat, lehet, hogy elment szó nélkül, lehet, hogy egyszerűen csak nem figyelt rád, és tudjátok, mi a turning point, hogy hogyan tud ez megváltozni, vagy hogyan tudott már esetleg párotoknál megváltozni. Ez úgy változott meg úgy fog megváltozni, hogy vannak neki barátai, vannak neki családtagjai, akik ugyanezt mondják neki. Úgy érzem, mások azt gondolják, hogy ez a férfi, hogy ez a nő kicsit önző, másokkal sem törődik, másokkal sem túl kedves, vagy túl figyelmes, nem törődik eleget velük, úgy érzem, bármilyen a kapcsolata, mindegy, hogy család, baráti, ugyanúgy tett ez a férfi velük, mint te veled, 100%-osban nem adta oda a figyelmet másoknak, tehát igazából visszaigazolást kapott ez a férfi, hogy bizony-bizony nála van a probléma, és nem te nálad, és nem másoknál. Úgy érzem, hogy amit te mondtál neki, rájött, hogy igazából tényleg igazat mondasz, hisz mások mondták a szemébe, hogy te Pista, te János, te Erika, Zsolti, nem figyelsz ránk, nem törődsz velünk, vagy igazából kihasználsz minket, és akkor jött rá, hogy tényleg nem jól viselkedett veled, nem volt kedves, nem törődött veled, és te pedig megérdemelted volna, rájött, hogy nem úgy viselkedett, és hogy igazából hülyen viselkedett, rosszul viselkedett, nagyon sokszor neked hiányzott, és nem törődött a kicsi lelkeddel, a négyes kardokban nem indult elfeléd, lehet, hogy féltékenységre adott okot, hisz lehet mással láttad, vagy tudod, hogy mással van, elvette az idődet, elrabolta a szívedet, a reményedet is elrabolta, nagyon sokszor lehet lelkibeteg voltál, lehet föl se tudták kelni az ágyból, és ő nem kezelte ezt jól,
most pedig ugyanúgy mondták. Tehát igazából a barátok és a családtagok egy tükröt tettek a szeme elé, hogy nézze meg, hogy hogyan viselkedik ő velük, és egy páran tudták a barátok vagy családtagok, hogy igen, rosszul bánik veled, és ebben a tükörben végre valahára, amikor elfordultak tőle, rájött, hogy igen, ő igazából mindenkivel eléggé szemtelenül viselkedik, mert mindenkitől vár szeretetet, és vissza nem ad semmit. Úgyhogy megismerte önmagát, most pedig rájött, hogy te vagy az a valaki, akinek szeretné viszonozni, és megadni mindazt a dolgokat, amit tőled kapott. Szeretné újra a kapcsolatot felidézni, és most már csodálkozik azon, hogy hogy nem jött rá, hogy mennyire tökéletes vagy, mennyire kitűnő vagy. Úgy érzem, hogy leesett egy nagy tantusz neki, hogy miért mit csináltam ezt, hiszen ez a hölgy, ez a férfi nagyon szeretett engem. Most, hogy mit szeretne veled, úgy érzem, hogy új esélyt akar adni a kapcsolatnak, vágyakozik, sokat gondol rád, lehet, hogy egy-egy pár szóban el is mondja, hogy hiányzol neki, kihagyott lehetőségeket, úgy érzem, hogy szereti az illatodat, szereti, ahogy kinézel, úgy érzem, hogy most, hogy esetleg te már nem törődsz annyira vele, féltékeny, hogy mi lesz, hogyha elhagyod, szeretne az utazásban közelebb jönni, reménykedik, hogy megbocsájtasz neki, reménykedik, hogy a torony időszak után minden rendbe jön, de úgy érzem, hogy még mindig el van akadva olyan dolgokban, amit ő maga sem ért, családi problémákból, hogyha netán házas, vagy hogyha valaki mással van, akkor ott nem mennek jó a dolgok. Úgy érzem, hogy nagyon sokat bántották a múltban, és ez arra vetítette az életét, hogy igazából ne tudjon senkinek szeretetet sem adni, sem neked, sem másoknak. Viszont amikor már valaki megelégelte, hogy ő mindenkit igazából hülyének néz, vagy kihasznál, akkor megmondták neki a tutit, hogy ellopod az érzéseinket, az időnket, és nem kapunk tőled vissza semmit, bosszúságot okozol nekünk, és igazából nem törődsz velünk, és akkor jött rá, hogy te mondtad az igazat, hogy te mondtad a tutit, hogy igen, úgy van minden, amit állítottál, először csak azt hitte, hogy hisztizel, vagy hogy igazából csak magadnál akarod tartani őt. Nézzük meg, hogy még mit akar üzenni nekünk. Pillanat. Úgy érzem, hogy most már szeretheted őt, most már nem kell annyira férjé, hogy elmegy és hideg lesz. Szeretne több időt tölteni veled, szeretne mézes heteket, vagy Rómába, bárhova elmenni. Úgy érzem, hogy eddig viszonzatlan volt ez a szerelem, nem azért, mert nem voltál szép vagy jó, hanem azért, mert nem tudott vele mit kezdeni. Lehet, hogy még mindig külön vagytok, a jó hír az, hogy az fenti hatalom nézi a kapcsolatot, és úgy érzem, hogy igen, még egy esélyt adhatsz neki, hogyha nem tett nagy dolgot ellened, de a nagy dolgokat tett ellened, akkor te döntöd el, hogy adsz neki esélyt. Úgy érzem, a te részedről volt társfüggőség, ami nem helyes, de most már úgy érzem, most már rájöttél, hogy be kell tartsod a három lépést vele, ahhoz, hogy vissza tudjon térni, és úgy érzem, hogy a barátaid sokat segítettek neked mostanában, hogy meglásd az igazi arcát ennek a férfinak, de mint mondtam, háromszor is lehet adni esélyt, negyedszerre pedig abszolút nem. Mit akar nekünk még üzenni? Azon gondolkodom, hogy hogyan legyen jó köztünk újra a kapcsolat, hát úgy érzem, van mit gondolkodjon, és csak akkor vedd vissza, ha tényleg 100%-osan beleteszi az erejét ebbe a kapcsolatba. Egy páratoknál próbáltam mással boldog lenni, de avval sem sikerült. Hogy lehetne mással boldog, amikor veletek sem tudott egy olyan hölgyel, egy olyan férfivel, aki kedves, aranyos, aki támogatja. Nem minden ember támogatta és szerette őt, úgyhogy ezért visszaütött neki, és minden nap veled szeretnék ébredni. Egy páratoknál szeretne kibékülni veled, feleségül venni, hisz ott van a házasságkártya, és szeretne veled hosszú életen át együtt lenni. Még mit akar üzenni nekünk?
Bocs, hogy bolond voltam, erről beszélek. Közömbösen vettem a kapcsolatot, és félek, hogy a barátaid előtt kibeszélsz. Hát van mit félnie, hisz ezt jól megtesszük mi, csajok, minden este, és ez igaz is, de úgy érzezte, hogy nem biztos, hogy te igazán szereted őt, azt gondolta, hogy te is csak játszol vele, hisz a múltban kihasználták, és senkit nem szeretek úgy, mint téged, és senki nem fog úgy szeretni engem, mint ahogy te szerettél engem. Tehát láthatjátok, hogy bolond volt-e ez a férfi vagy nő, igen, a válasz, igen, nem tanították meg szeretni, nagyon sok ember gyerekek nem tudja, hogy hogyan kell szeretni, és néha mi nem vagyunk elegek, hogy megmutassuk neki, több ember kell visszaigazolja, mint most is, hogy igen, bizony te rosszul csinálod a dolgaid, és amikor már legalább 5-en, 6-an, 10-en megmondják, akkor belenéz a tükörbe, és észreveszi, hogy mi a helytelen. Itt is ez történt, nagyon sokatoknál megfordult a kocka, most ő fut utánatok, hál' Isten segítünk egymásnak, és így tud utánatok menni, nem pedig ő utána. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a videóm, kérlek osszátok, lájkoljátok, mindig nézzétek a Facebook csoportokat is, tudjátok a pozitív megerősítések, és a Jasmine Tarot Reading, és hamarosan a másik csatornámra is fölteszek videókat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!